Piros legyen? Már napok óta óriási a forgalom Győr talán legnépszerűbb virágüzletében. A boltban hónapokkal korábban megkezdték a felkészülést a kegyeleti ünnepre, hiszen minden szentek és halottak napja mindig kiemelt időszak. Minden szentek az egyik legforgalmasabb időszakunk. Hónapokra előtte már el szoktunk kezdeni készülni, ami nem megy tönkre, ugye, ami a szárazdíszítés, a tobozdíszítés és koszorúkkal. Hát idén nagyon meleg van, úgyhogy ezt el kellett tolni minél későbbre, hogy a fenyő ne potyogjon le, hogy minél frissebb áruval tudjunk készülni. Hát most már nagy a forgalom az üzletben, úgyhogy hál' Istennek nagyon gyorsan fogy az áru. Mécsesekkel, vágott és cserepes virágokkal, illetve koszorúkkal van tele az üzlet, mindenféle méretben, formában és árban be lehet szerezni az ünnep kellékeit. Idén a szokatlan meleg miatt jobban fogynak a virágok, de a koszorú is mindig népszerű minden szentekkor. Mindenféle méretben keresik a koszorúkat, egészen a 20 centi átmérőjűtől az 50-60-as átmérőjű óriási nagy koszorúkig, a tálakat, azt minden évben, illetve ugye nagyon sok az urnás temetés már, úgyhogy az urnakoszorúk is egyre nagyobb mennyiségben keresettek. A szokásos temetői trendek idén is hasonlóak, mint az elmúlt években. Az árak szinte alig változtak, de az is jellemző, hogy a kegyeleti ünnepen nem spórolnak az emberek, lehetőleg a legszebbet vásárolják meg elhunyt szeretteik sírjára. A koszorúkban úgy van akció, hogy nagyon soknak nem változik évről évre az ára, hanem próbáljuk tartani az árakat. Minimális emelkedés egy-két fajtánál sajnos idén muszáj volt. Ami most akciónk az, hogy az összes üvegmécsesünk a mai naptól féláron kapható. Bár a szokásos roham a múlt heti 4 napos ünnep miatt ezúttal korábban indult a boltokban és a temetőkben is, a szakember szerint a nagy forgalom egész héten kitart, hiszen sokan csak november 1-én vagy 2-án látogatnak ki a sírkertekbe, és közvetlenül előtte frissen szerzik be a mécseseket, virágokat és koszorúkat.